Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast legújabb része. Én Láng Dávid vagyok, és Derdák Andrással fogok beszélgetni a következőkben, aki a Kutyapárt Európai Parlamenti listájának hatodik helyén szerepel. Szia, András! Hello, szia! Kezdjük azzal, hogy te a rendszerváltás évében kerültél a politikába, méghozzá nagyon fiatalon, alig 18 éves voltál akkor. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra? Uh, mi akkor egy Fidesz nevű uh tulajdonképpen mozgalmat gründöltünk a, barátaimmal, aminek az volt a neve, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége, ez ma már nem létezik, ez a formáció és ez a név se ilyen módon, de hát akkor a mindennél érdekesebb volt a plakátozás és a rendszerváltás, az egy, az egy csuda időszak volt, vértelenül lehetett át fordítani a saját jövőnket úgy, hogy mi azt akkor elhittük, hogy most jobb lesz, és mostantól klasszabb lesz, és hát ez egybeesett persze az otthonról való elköltözés, az első csaj, az első szexuális élmények, és minden ez egy kupacban zajlott, úgy, hogy én persze megígértem az anyámnak, hogy le fogok érettségizni, és aztán elmegyek tovább tanulni, és ő ebben nagyon nem hitt akkor, hogy ez sikerült, de aztán sikerült. Azért azt tegyük hozzá a később szocializálódott hallgatók kedvéért, hogy ez a Fidesz még jelentősen különbözött a mostanitól. Hát azért fogalmaztam úgy, hogy ez már nem létezik. Mert hogy ez a név sincs már, hogy Fiatal Demokraták Szövetsége. Akkor például még olyannyira így volt, hogy fiatalok voltunk, hogy azt hiszem, hogy 35 év volt a korosz, kor, tehát limitált volt, hogy kiléphet be abba abba a formációba. 35 éves kor fölött már nem lehetett belépni, úgy emlékszem. És te hogyan kerültél kapcsolatba velük, mi fogott meg a pártban akkor? Nem a párt fogott meg, hanem az a, az a politikai légkör, ami 88-89-ben volt, akkor nem lehetett nem ebben foglalkozni, akkor az annyira érdekes volt, hogy egyszer csak meg fog változni minden. És akkor megkérdeztem a bátyámat, hogy ez hogy működik, ő akkor már a szabad hálózata nevű ellenzéki mozgalomban otthon volt, meg járt szabad egyetemekre, meg elvitt engem URH bucsú koncertre, meg ilyesmi. És akkor ő azt mondta, hogy hát a rossz tanulókat ők nem vesznek föl, és majd akkor érdeklődjek, hogyha rendes lesz a bizonyítványom, és akkor ezen annyira megsértődtem, hogy kikerestem gyorsan a lakóhelyem szerint illetékes Fidesz csoport címét, és elmentem, és akkor megállt a lélegzetem, mert egy olyan csaj van út át a termen, hogy azt gondoltam, hogy nekem ilyen csajom sose lesz, és aztán együtt éltünk három évet. Orbán Viktorról milyen emlékeid vannak ebből az időszakból? Ebben az időszakban még ez egy nagyon lapos, nagyon kicsi szervezet volt, és mindenki ismert mindenkit, és mindenki jóba volt mindenkivel. Ráadásul az én akkori csajom Zsófi, az a Fidesz központi irodájában dolgozott, ami akkor a Kosztanei Dezső téren egy szuterén pincehelyiséget jelentett, vagy hát mondjuk több pincehelyiséget, eh, ahol az Ádertől kezdve a Kövérig, az Orbántól a Fodorig mindenki minden nap megfordult, és oda jártam én is be. Tehát abszolút jóba voltunk, együtt néztük a választási műsort, aztán később én magam is dolgoztam a Fidesznek már az új székházában, már a Lendve utcában, a külügyi irodáján egy rövid időt, mert szükségük volt franciául beszélő segítségre egy, egy pár hónapig, és aztán én önkormányzati képviselő lettem az első szabad választásokon Óbudán, ahol egy hibából kifolyólag kerültünk be a testületbe, mármint hogy úgy hiba, hogy mi kiszámoltuk előre, hogy hány képviselünk lesz, a, ha ilyen szavazati arányjal szerepel a választáson a Fidesz. És akkor az utolsó délután kijött egy közvéleménykutatás, a az akkori magyar hírlapban az még egy liberális újság volt akkor, és kiszámoltuk, hogy bizony mi ezt elszámoltuk. Tehát fölkértünk ugyan tíz szakértőt, orvost, mérnököt, közgazdást, hogy a Fidesz óbudai képviselőcsoportjába ők majd foglaljanak helyet, de az látszott, hogy 13 képviselői helyünk lesz, úgyhogy hát érkezési sorrendben beírtuk magunkat, ahogy ugye ezt pénteken délután négyig le kellett adni azt a listát, úgyhogy nem nem volt sok mérleglési lehetőségünk, és hát bejutottunk, mert nagyon jól szerepelt a Fidesz az önkormányzati választásokon, és akkor én ott négy évet Tarlós Istvánnal nap mint nap együtt dolgozva eltöltöttem, mert én lettem a fővárosi képviselője is Óbudának, akkor még úgy állt össze a fővárosi közgyűlés, hogy nem a polgármesterek ültek benne, hanem minden kerület delegált egy embert. És akkor az én lettem, és azt gondoltuk, hogy ez egy fontos pozíció, és ezért azt, ha már nem mi adjuk a polgármestert, akkor ezt elkértük az SZDSZ-től cserébe. Tarlossal milyen volt együtt dolgozni? Mi nagyon jóba voltunk, ugye hát ő volt az SZDSZ helyi vezetője, én voltam a Fidesz helyi vezetője, azért ez egy elég abszurd kép most így visszamenőlegesen. Nagyon sokat jártunk együtt nyilatkozni már a kampányba, szerepeltünk sokat a tévében, meg, meg itt ott. Szóval egy viszonylag szoros munkakapcsolat volt közöttünk, és nagyon jóba voltunk. Egy csomó könyvet kaptam tőle kölcsön. Az elég hamar kiderült, hogy, a római a császárok korát szereti a legjobban a történelemben, beszél is latinul, és ez egy csomó, csomót sztorizott nekem erről például, amikor este megittünk egy sört munka után. Szóval kifejezetten jó volt, sokat utaztunk együtt. Az látszott, hogy hát nem ugyanaz a kultúrkör, már mint a, a neveltetésünk, meg a, a fiatalkarunk, az nem ugyanolyan, ő egy külvárosi mm, csibész volt, én meg hát nekem az, az apám is, meg az anyám is építészmérnök, és ő pedig építőmérnök volt, tehát az azt jelenti, hogy ő a kivitelezéseken művezetett. Hogy mondjam, értelmiségi mind a kettő, de azért nem ugyanaz a, a világ. Mennyire vettek téged komolyan így tínédzserként, akár a kerületi önkormányzatban, akár a fővárosi közgyűlésben? Voltak ebből problémáid? Igenis, meg nem is. Ugye 18 évesen lettem képviselő és frakcióvezető és fővárosi önkormányzati képviselő, de pont ugyanannyit tudtam arról, hogy ez hogy fog működni, mint a velem szemben ülő 70 éves msmp s vagy akkor még miépes bácsi, akik persze nagyon utálták azt, hogy mi 18 éves korunkba oda pofátlankodunk és beleszólunk a fontos ügyekbe, de hát ők se tudták, hogy ezt hogy kell csinálni, mi se tudtuk, hogy hogy kell csinálni, csak más-más okokból. Az ő élettapasztalatuk nem volt hasznos abban a melóban, mert nem tanácsi rendszert működtettünk már, hanem önkormányzatot, kormányzatot, nem találcsenők volt, hanem polgármester is, ez egy csomó változást hozott, ez nem csak a szavak szintjén volt fontos, hanem ez egy másik ügy. És hát behoztunk egy csomó olyan szempontot, amit ők sose képviseltek volna a biciklutaktól kezdve a, az iskolák, óvodák állapotának javításáig, mindazt, ami nekünk volt fontos, a zöld gondolatot, a, a, közösségi tereket. Ugye mi akkor nagyon hamar alapítottunk egy banánklub nevű kulturális intézményt. Szóval, hogy behoztunk olyanokat, amiket ők nem csináltak volna meg, úgyhogy szerintem ez, ez kifejezetten javára vált az önkormányzatnak, hogy ilyen fiatalok is bekerültek. És hát azt Persze elismerem, hogy mindez, amit én tanultam csütörtökön a közgyűlésen, a fővárosi közgyűlésen, a Demszkitől, meg az Ungártól, meg a nem tudom azt használtam pénteken, aztán Ógudán, szóval amit láttam a nagyoktól, hogy hogy kell csinálni, azt csináltuk kicsibe. És milyen előterjesztéseid voltak, amikre adott esetben a mai napig büszke vagy, hogy azt akkor sikerült átvinned? Hua, azért ez már nagyon régen volt. Ugye az volt, hogy mi együtt kormányoztuk a kerületet, nem adtunk ugyan a polgármestert, de a fontos bizottsági elnöki pozíciókat a Fidesz delegáltjai töltötték be. Ez volt a környezetvédelmi, a kulturális, az oktatási, a költségvetési, azok, az, azok a területek, amik nekünk voltak fontosak, és hát ott a költségvetéstől kezdve a, a, a különböző kinevezéseken keresztül a, a teljes működtetésért tulajdonképpen felelősséget viseltünk mi is. És miért hagytál fel egyetlen ciklus után a politizálással? 1993-ban volt egy törés a Fideszben, amikor is Orbán Viktor nyilvánvalóvá tette, hogy rajta kívül nem lehet konkurencia a párt vezetésében, nem, nem tűr meg maga a körül olyan embereket, akik esetleg önállóan gondolkodnak. Hát ez a Fodor Gáboros konfliktus volt, most már azért elég bánatos a Fodor Gábor is az Orbán Viktorról nem is beszélve. De hát azt képzeld el, hogy egy országos tanácsülési szavazás után odajött hozzám a Viktor, hogy titkos szavazás volt, mindenki leadta borítékban az írásbeli szavazatát, hogy a, azt a kövér is az a fodor között kellett választani. És oda jött hozzám Viktor, hogy Andris Rosszul szavaztál. Ez a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában történt ez a szavazás. Nem akarnék evvel viccelődni, de az minden esetre furcsa volt, hogy honnan a csutából tudja a elnöke azt, hogy én hogyan szavaztam titkosan. És akkor kiderült, hogy ők már akkor titkos szolgálati technikákat alkalmaztak. Ugye a kövér akkor már a titkos szolgálatokat felügyelő bizottság elnöke volt, és biztos megtanították őt egy csomó ilyen fogásra. Az volt például a, ennek a megoldása, ennek a, a problémának, hogy honnan tudta, hogy hogyan szavaztam, hogy Ülésrend volt, körbe az asztal körülültünk, és kiosztottak mindenkinek egy-egy szavazólapot, ami teljesen ugyanúgy nézett ki, le volt pecsételve egy üres lap, csak mindegyik egy kicsit máshol volt lepecsételve, és ettől az ülésrend alapján össze lehetett rakni, hogy ki hogy szavazott. Ami hát, hogy mondjam, az én demokratikus felfogásomhoz nem passzolt, mint, mint eljárásrend, úgyhogy mi kiléptünk 93-ban ebből a formációból, és soha többé nem is gondoltam arra, hogy hogy vissza kéne, vagy szóval, hogy nekem az bármi közöm kell legyen. És az, hogy más pártokhoz csatlakozzál, de sem merült fel benned, vagy akár egy saját pártot alapítania kilépőkkel? Nem, nem, nem. Hát azért mi egy, egy külvárosi pártszervezet voltunk, egy fontos, meg nagy, de nem, nem, nem voltunk mi olyan erősek, hogy sajátot csináljunk, plusz Hát az sds egy kicsit kacérkodtunk, de aztán végül független képviselők lettünk Óbudán is, meg a Fővárosi Önkormányzatban is, a tungártárával. Nem, nem folytunk már aztán bele. Sokkal jobban érdekelt, őszintén szólva, a Banán Klub. Én akkor elkezdtem főállásba ott klubvezetőként működni, és és csináltunk egy nagyon szerintem jó, de legalábbis pörgős és rendkívül érdekes kultúrházat abból a volt MSMP pártházból, és akkor koncerteket rendeztünk, meg színházi társulataink voltak, akik ott tartották a próbáikat, meg ott voltak az előadásaik, meg fesztiválok, meg kiáll meg mondtam, meg internetes újságot indítottunk, a szigeten mindig volt banánklub színpad, az volt a jazz én ezt szerettem. Szóval akkor egyszerűen átfordultunk a kultúra felé, és az, az abszolút kielégítő volt és szórakoztató. Nem vágytam én vissza a politikába. Ugye az a banánklub, amikor elindult a 90-es évek közepe, akkor tájt már éppen leáldozott a rendszerváltás korabeli klasszikus szórakozóhelyeknek, hogy mint a Tilosazá, vagy akár a fekete lyuk. Szerinted ez az időszak mennyivel volt más, mint a azt megelőző, tehát milyen volt ekkor kultúrát csinálni a fővárosi klub szintéren? Hát mi azért kezdtünk el, két okból kezdtünk el csinálni helyet, egyrészt mert kaptunk ingyen egy házat a, a rendszerváltástól, és akkor hát evidens volt, hogy, hogy jobb a kultúrház lesz, másrészt pedig azért, mert nem voltak olyan helyek, ahova mi szívesen jártunk volna, hogy a, hát akkor már nem létezett abszolút, ahogy mondod, a... a egyik se ezek közül a nagy helyek közül. Volt egy rockcafé, volt a Toldi mozi, szóval egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány hely volt Budapesten. És voltak diszkók, volt a Fortuna, meg a nem tudom, mindenféle ilyen holmik, de hát én oda nem mentem, meg nem is érdekelt. Engem az élő zene érdekelt elég hamar, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen nincsenek ilyen helyek. Szóval elkezdtünk, csinálni. azért kezdtünk el főképpen csinálni ilyen helyet, mert nem volt más. De egyáltalán egyébként milyenek voltak a lehetőségek? Tehát manapság már minden, mindig arról lehet hallani, hogy ha a klub szintér Magyarországon, gyakorlatilag főleg vidéken, de fővárosban is egyre kevesebb fellépési lehetőség van, akkor a 90-es évek közepén ez gyakorlatilag még szárnyalt, virágzott ez a... Nagyon nehéz összehasonlítani. Az jut eszembe erről a kérdésedről, hogy a a francia barátaim nagy része nem szereti az Emmanuel Macron. t Itt körülöttem az emberek nagy része. Nem, azt, azt mondja, hogy ez egy diktatúra, itt nincsen demokrácia, és nincsen szabad sajtó. És akkor a magyar barátaim nagy része az nem szereti az Orbán Viktor, illetve nem, nem nagy része, nem, nem, nem tudok olyat említeni, aki szeretni. De azt mondják, hogy nincs demokrácia, hogy fél van, hogy nincs szabad sajtó. Mind a két országban elhangzik tehát ez az állítás, de azért a kettőt nem lehet összevetni, szóval nincs, nincs egy súlycsoportban ez a két ügy, mint ahogy a klub élet a 90-es évek közepén, meg a mostani sincs egy súlycsoportban, azért most millió hely van, sokkal többen járnak el ezekre a helyekre. Ugye nem voltak akkor még turisták, vagy csak alig. Most már azok is vannak a felszerelések, a, 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 helyek, a minden, szóval ez, 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 ez nem összevethető ez a két korszak így. Ugye később a 2000-es évek közepétől diplomata lettél Párizsban, a Magyar Intézet élén, majd pedig a Sziget franciaországi promótereként ott maradtál az országban. Még azt mesélde, hogy eredendően honnan származik az érdeklődésed a francia nyelv és a kultúra iránt? Én egy sportgimnáziumban jártam, Dúzsa György gimnáziumban Palotára, akkor én lovagoltam, ilyen és neveltetést kaptam a szüleimtől. Kardozni tanultattak meg, lovagolni, meg franciául. Ilyen egyszerűen, és akkor ott abba a bagináziumban latinul és franciául lehetett tanulni, és hát ez nem volt kérdés, hogy, hogy akkor én melyiket válasszam. És aztán a banánban, ami egy ilyen nyomorúságos hely volt abban a szempontból, hogy nem volt soha pénzünk, nem volt pénzünk fizetésre, meg állandóan kikapcsolták az áramot, mert nem tudtuk kifizetni az elműnek a számlát. De a tekintetben fantasztikus volt, hogy nem csak pompás közösség élet volt, és nem csak egy bázisdemokrát tikus alapokon működő kultúrházat üzemeltettünk, hanem minden évben legalább kétszer voltunk Franciaországban, mert nekem volt egy pár francia barátom rögtön az elejétől kezdve, akikhez el lehetett menni és lehetett tanulni, akkor voltak még ilyen pre-EU alapok, amik ezt finanszírozták, akkor még nem tudtunk pályázni, de a franciák pályáztak helyettünk, és ezért nagyon sokat jártunk Franciaországba. Ugyan francia csajom sose volt, de, de, hát azért itt, itt, tanultam meg élet, az életben valójában franciául, és a gimnázium csak egy alap volt ehhez. De azt nem gondoltam volna egyébként, hogy valaha Franciaországban fogok élni, vagy francia állampolgár leszek, vagy, vagy, ilyes, vagy diplomata leszek, szóval ez nem szerepelt a, az álmaim, vagy a terveim között. Ha akarod, sokkal logikusabb volt előtte a Miren a művészeti igazgatói posztja, amit imádtam csinálni, és amit, hogyha nem a politika, akkor tök, tök szívesen csináltam volna a meddig. Ahhoz képest viszont, hogy nem tervezted már közel 20 éve jesz külföldön, mennyire követed a magyarországi közéletet? Hát abszolút az attól én nem tudok elszakadni, mert annyira bosszant, hogy az a pillanat, amit az elején feszegettél, a rendszerváltás azt ígérte, hogy ebből egy jó ország lesz, és jó lesz ott élni, és jó lesz az embereknek a, a ez a 20. század második felét elfelejtve, vagy a 20. század közepének a borzalmait elfelejtve egy, egy klassz 21. század lesz, és hát nem az lett, mert, mert egyáltalán nem teljesültek be azok az álmok, amiket a rendszerváltáskor kergettünk, és ettől Végtelenül frusztráltan naponta nézem, hogy már megint mi történik, és, és Jézus Mária, és fogom a fejem, és azt gondolom, hogy ettől már nem lehet rosszabb, és aztán másnap megint kinyitom az újságot, és megint rosszabb, megint feszkósabb, megint rosszabb, megint rosszabb hangulatú, megint... Mm. Vala, na, na, hát nem, 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 nem tudok mást figyelni, sajnos. És egyébként szerinted hol csúszott ez félre? Hm. Hát... Azt hiszem, hogy van abban is valami igazság, hogy ez a kelet-európai törés, az a törésvonal, ami a lajta és lajtán túl, az valóban egy, egy történelmi törésvonal, hogy egész egyszerűen más az emberek egymáshoz való viszonya, meg más az államhoz való viszonya Nyugat-európában és kelet-európában, és aztán minél keletebbre mész, annál inkább másabb, megint az oroszoktok másképpen vannak az államukkal, meg a a működéssel, mint a magyarok, hogy hát ha jártál Észak-Európában, akkor az a balti régiótól egészen Kopenhágáig, Norvégia, Finnország, Lengyelország teteje, Németország, az, az egy, egy, nagy, nagy kereskedelmi szövetségrendszer volt 500 éven keresztül, úgy hívták, hogy a Hanza, a Hanza Szövetség. Amiről tanultunk az iskolában, de én akkor értettem meg, amikor ott jártam, hogy 500 éven keresztül volt egy olyan Államoktól független nemzetközi szervezet, amelyik erősebb volt, mint a királyok és a, a helyi hatalmak. Ők döntötték el, a polgárok, a kereskedők, hogy adnak-e kölcsön a hadsereget a királynak, ha éppen az érdekeiket szolgálta, akkor adtak, ha nem, akkor nem. És az volt az élményük, hogy a legfontosabb dolog az életben az két ember megállapodása, a szerződés, amit két ember köt. És nincs hatalom, ami ezt felül tudná írni. Ezzel szemben Magyarországon az elmúlt jó pár száz évben az emberek élménye az az volt, hogy a hatalom ad, majd elvesz, és a boldogulás legfőbb záloga a hatalommal való jóban levés. az a, az a viszonyunk, ami, ami minket a hatalomhoz köt. És még akkor is így van ez, hogy ha az emberek egyébként azt is átélték, hogy amikor egy új hatalom jön, akkor elvesz mindent a régi klientúrától, mert hát, hát hányszor történt ez meg a 20. században, hogy hogy újra a zsidóktól elvették a vagyont, a kommunistáktól elvették a vagyont, a mind, mind, aki arra járt, mindig besöpörte a padlásokat és újraosztotta. Most, most se folyik más, mint hogy újraosztják a, az elitet, meg a pénzt, meg a, meg a hatalmat Magyarországon. És ezért az emberek nem bíznak egymásba. És azt hiszem, hogy ez, ez, ez egy eredendő Naivitás volt azt gondolni a rendszerváltáskor, hogy ez, ez a sok száz év történelmi tapasztalatát írható. El tudsz képzelni olyan változást a hazai politikai életből, ami azt eredményezné, hogy hazaköltözöl? Persze, mindig el tudok képzelni, na, na, Sőt, nagyon szeretném is, de azért az életemet és a megélhetésemet nem erre alapozom. Mi vonzott téged a kutyapárthoz? É, én mindig is szavazó voltam, mert azt gondoltam, hogy a a jelenlegi ellenzéki pártok már nem képviselnek olyan komoly erőt, amit érdemes volna akár komolyan venni, akkor viszont inkább figurázzuk ki az egészet, akkor inkább, inkább mondjuk, mondjuk azt, hogy a király mesztelen, és mutassunk rá a pöcsére, mert az is nagyon pici neki. És akkor, amikor megkerestek, hogy, hogy mit szólnék, ahhoz tudnék-e jobban belefolyni, akkor tökre örültem neki, és tök szívesen adom azt, ami nekem tapasztalatom, azt, ami, ami nekem szempontom. Ugye azért, ha valaki követi a magyar politikát, de közben 20 éve külföldön él, az egy másik, másik szempont. Szóval egyszerűen más látok. Itt van a leányom, aki most itt elkezdte verni a a combomat, Eszter, és hát ha, ha más miatt nem, akkor miatt a biztosan egyébként. Mert az, ha már egyszer ezt elszúrtuk 90-ben, akkor legalább még valamit próbáljunk meg toldozgatni, rajta, hogy neki jobb legyen. Ugye jelenleg egy dél franciaországi faluban élsz, ahol egy saját turisztikai projekten dolgozol. Ilyen háttérrel hogyan látod a szerepedet a kampányban, illetve majd a választás után? Hát az ugye a vádatási eredményektől függ, azért ha az ember képéssel új, akkor nyilván el kell járni. Ugye annyiban szerencsém van, hogy a működés felel a Strasbourg, tehát itt van az országon belül, nekem az közel van, és van innen direkt vonat Brüsszelbe is, tehát viszonylag egyszerűbb kiközlekedjek, és még csak repülnöm sem kell hozzá, mint ha valaki Budapestről próbálja ezt majd csinálni. Szerintem az tud hozzátenni egy olyan szempontot, ami, ami egyébként nem jelenne meg. És hát ha meg másképpen alakul, akkor meg nyilván nem képviselőként, hanem, hanem háttérmunkásként is talán hasznomat láthatják ott a, a, a kijutó, kijutó kollégák. Mi az, amiben szerinted tudnál nekik segíteni és hozzáadni az ő munkájukhoz? Hát én alapvetően három területet jelöltem meg, ami, amiben én hasznos tudok lenni. Ez nyilván a kultúra a legelső, minden, ami nemzetközi cserek kultúra vagy akár kultúrás diplomácia, abban van a legtöbb gyakorlatunk, ugye 30 éve dolgozom ebben most már lassan. A másik az nyilván a, a mindez, ami fenntartható fejlődés, környezetvédelem, mert mert ebben élek most. Tehát egy olyan helyet próbálok csinálni, aminek nem nagyon van környezet lábnyoma, és azt hiszem, hogy ez tök fontos, hogy hogy kicsiben mindenki elkezdjen ilyeneket csinálni, mert csak akkor áll össze a nagy, nagy egész valami valami élhetővé, és hát a harmadik, az nyilván most a turizmus, mert abban, abban vagyok érdekelt, és abban a, arra megy el viszonylag sok időm, hogy azt, azt megértsem, hogy abban mit lehet csinálni. Én azt hiszem, hogy előbb-utóbb a kötelező alapjövedelem az meg fog jelenni európai országokban, ami azt jelenti, hogy tök sok szabad ideje lesz az embereknek, és valamennyi pénze is lesz, tehát az, hogy az emberek jöjjenek, menjenek, az velünk lesz, és ennek kell kitalálni egy olyan módozatát, ami, ami ezért élhető hosszú távon és szerintem mindaz a terror fenyegetettség, ami mostanában van, az, az, sok embert fog hajtani a felé, hogy ne 60 ezeres nagy fesztiválokra és hatalmas úszóvárosokra fizessen csak be, hanem elmenjen kis és ott megtaláljon helyi kultúrákat. Én most ezt csinálom, és állati szórakoztató, és nagyon-nagyon sok minden van benne. Köszönjük szépen, hogy eljöttél és válaszoltál. Köszönjük szépen, reméljük, hogy, hogy jó lesz. Legyen jó. Legyen minden jobb. Legyen.